16. kerület az falvaknak a gyűjteménye. Cinkota, Mátyásföld, Rákosszentmihály, Árpádföld, és én igazából Cinkotát, meg Mátyásföldöt, Sashalmot választottam. És azért választottam a 16. kerületet, mert szerettem volna egy olyan kerületről írni, amit talán nem annyira evidens, hogy Budapesthez tartozik, vagy nem olyan régóta tartozik Pesthez, és nem annyira szokott szóba kerülni. Itt inkább az volt a feladatunk, hogy önálló világot teremtsünk egy kerületnek, és úgy kapcsolódjunk majd össze, és az egészből lesz egy nagy Budapest regény. Tehát az olvasó, hogyha ügyes, akkor így tud nyomozni az egyes történetek között. Ezt én nagyon szépnek, nagyon jó pofának gondolom.